Na sziasztok, én Huzito lennék, és ez itt a Doki Doki Jóincsi végigjátszásomnak a második része lesz, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. A hetedik pályán, ami szintén egy hullámvasutas pálya lesz, ami már elég nehéz lesz. Na akkor nézzük is meg. Itt már meg fogok halni egy párszor, ez biztos, 100%. Itt már gyorsítani kell, meg itt azért belekeltem a pályába, és azért már nem most játszottam ki. Meg azért itt már nagyon figyelni kell életet is. De meg lesz ez egy pár próbálkozása. Már azt majd kivágunk. Jaj, én úgy van, hogy találok ilyesmit. Jár a keksz. Még egyszer. Ez a villogó valami, ez ugye már ez ínye. Megint elfelejtem. Szóval ez a villogó tudmuc, ez nem tudom én el, akkor sérülök rajta van. Már jó az. Na, ebben emlékeztem. Na, erre is jön a temető, na most már sötét van. Viszont ez a, nekem ez a pálya, ez, ennek a, ez a temetős pálya maga és maga a zene, nekem ezt tetszik legjobban az egész játékban. Mert ahogy észre lehet venni, itt egy kicsit így más olyan villognak az ellenfelek, hogyha sérülnek. És taknyok. Jönnek le a plafonról, nem tudom mik ezek. Nem tudom, szellemek, hogy fogalmasok. Maga a zené is már olyan kis ilyen horror stílus. A vidámból nagyon átmegy ilyen horrorba. Ó, itt időfogyasztás, hát ez jó lesz, igen. Ez nagyon honnan, jaj, át tudtam már futni. Nem baj, na, hogy egy szívás lesz, majd elő hátul lenni fog. Észreveszitek itt egy kicsit így mozog a képernyő. Mert ugye szintén szóval nem tudom, hogy miért van. Fel le. Nem tudom, miért mozog. Fogalmam sincs. Egy élet volt benne, na hát. Nagyon szeret ez a játék minket. Ilyen megható zene, hogy nem tudom, de mondjuk nagyon az borgalmasan bejön ez az el. Ennek is láncfűrész, texasi láncfűrészes is itt van, ezt nem lehet kerülni. És ezeket. Hát menteni kéne már rábaszás lesz. És most jön a játék legnagyobb szutyobb falpályája, a második kalózos. Itt már megint ez boss, ugye a harmadik pálya. És itt már a password is kérdőjel. Találd ki magadnak, amúgy meg régen voltak ilyen, akkor is már konzolúságok is azokban volt beleírva. Ezzel arra ösztönözték az embereket, hogy vedd meg az újságot. Hiddel idáig. Ez nagyon nehéz a pályára, de ez tényleg. Nem sok szemetek fog. Sok szemetek ezek a tapnak. Erről beszéltem. Figyelj oda az ember.
tutta la resa anche che deve esagerare completamente anche c'è il pizzo di altro che non c'è sokszor már kicsit lassul a játék, már maga szerintem szoftveresen nem bírja. Keze oda megy, ahova én ugrok. Kiskorban én ezt nem tudtam, hogy szállt, hogy van ilyen. Hogy szerencsétlen kötöm egy folytonó. Véletlenül nem tudtam, hogy csinálni. És most még egy boss pálya jön, és már éjszaka van, és éjszaka vagyunk a temetőben, úgyhogy úristen, gondolatjátok magatok. Szintén kérdőjel a passzport. És mondom, hogy jaj, már ezt nem jutom. És itt már megint boss lesz. Már a játék végén járunk. Csak elkapott. Ó, az istenit. Azt a játékot, hogy kell. Hát igen, nyilvánvalóan, hogyha
Nintendo lennék, akkor eredeti Nintendo-n, akkor lehet, hogy nem én gyorsan haladnék, de egész jól viszem az képest szerintem. A példát is meghaltam volna. Kicsit gondoltam, hogy pont oda tesznek egy olyan anyaszomorító kis dobozt. Nem úgy volt, hogy nem köpsz. Na, álljunk, akkor is valahogy megcsinálom ezt a részt. Segített a pofon. Nézzem, ez az. Most láthatjátok, hogy a szerencsétlen kölyök. Zavarni ez a szutyafűrész. Jön a boss. Hát ez is szép lesz. Szerintem meghalunk. Bengáli tigris, hogy miért. És a bossnál kezdjük. Kerülni itt a mocsori szarokat. Hosszú hangot, hogy a boss lesz. Ó, hogy nem.
gyorsította a dolgot. Nyilván el tudjuk találni, itt a kis magyarokat. És ott is megy. Táplált már a házigát, mindegyik leégi. Ennyi, a madár kinyírta. Ez így. Egy kis madár. Azt a becsel. Na, és itt vagyunk az űrben, vagy nem tudom, Space World. Ez megint az utolsó, hát ez egy hullámos utaspár lesz megint, és egyben az utolsó is. Úgyhogy azt hiszem ez az utolsó előtti, illetve a plusz titkos ráadás pálya, amit majd megláttok. Úgyhogy kezdjük is. Meg is nagyon látszik a zenéje. Nem fog pályák közül menteni, hanem előttek meg. De olyan komplett összetett ez az egész pályá. Ez itt nagyon macakolni fogok egy kis ideig, szóval megint bele kell tanulni, hát fejlődni egy ilyen szar. Szerver, túl gyorsan történnek a dolgok. Jó, ügyesek vagyunk. Túl hamar ugrottam. Nem merek menteni, mert nagyon gyorsan megyük minden. De úristen, komolyan. Ki is lehetett helyezéken. Na, tényleg megint. Ez a rész is soha nem egy rétegénynek. Mikor ugorja? Oké. Okay. Jó, szóval nem lehet átugorni. Igen. Jön az utolsó boss. Varázslunk.
barátos minket. Hát az elég egy takas mosz lesz. Már a marson vagyok amúgy fogalmas. Megjelölök, akkor megáll a sztrázódit egy zápol meteort. Ennyire bedeszem egy meteort zúdítát. Csak piros van. Na, nincs ennyi lila. Sárga. Na, beszélni egy kicsit. Meghalt a kedves kis varázslónk. Na, megérkeztünk a barátainkhoz, ki van kötözve. Senki semmilyen perverségre nem gondolni. Most meglövi egy baszott erős labdával, mert szétrobban az egész hajó. Hogy mi a tököm? Most nagyon vagy a boldogság. Látták egymást, ójjjjj. Így hát, itt a stábistánk, ugye már ki mit csinált, és elvileg ezzel lenne vége a játéknak. De ahogy mondtam is a bemutatóban, hogy érdemes végigvárni a stábistát, mert az a játéknak a végleges befejezése. Amire erre én is rájöttem, mert amikor régen egyszer játszottam ezt, ez kreci pro vagyok, minden kapcsolatom is ki, minden nem, mikit érdekel, ez stábista. Aztán amikor másodjára játszottam ki, egy harmadjára, akkor jöttem rá, hogy néztem, meg így el voltam közben, ezt nem kapcsoltam ki ezt. Akkor jöttem rá, hogy nini, itt van még valami a végén. Mr. és Mrs. Kezdődik. És nekem köszönjük, hogy játszottam ezen a játékkal, hát nincs mit, de... De? És hát mégse halt meg a bosszunk. Sokkal próbb lett, mint előbb volt. És akkor lehet átállni, amikor a szeme világít, hogy elég gyorsan kell lenni. Csak ez a két támadásom, úgyhogy ennyire nem nehéz. Inkább csak... Jó, bocs. Csánat. Inkább csak ilyen időhúzó bosszod. De az annyira nagyon tetszik. Ez a végső boss zene, hát ez nem dolog. Volt. Nem tudom, hogy miért a végére rakták.
másítsunk az alá. Nem hagyunk ezt elmenni innen. Ezek is mindok szörnyetek. Szóval gyerek mit mutatott az anyának, hogy na, kisfiam, mi volt a vidámpart? Semmi érdekes. Olyan durvák voltak a dolgok, hogy meg kellett mentem szinte a földet. Olyan haderővel szembe kellett vidámkodnom, vagy küzdenem, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam. Hát biztos nagyon jól érezhette itt magát a gyereket. Életre szóló élményt kapott az biztos. Ilyen tulajdonságában nem menjél vidámkodni. Hát a kihozott bohócok, meg talán más. Elrabol, a téged ő a barátnő. Nem tudom, hogy ezek az akadások. Eljöttem a tele. Eljöttem a felé, mert jók fogok. Annyira sok nem kell. Jó, kérdőd már. A zenébe itt tök rá tudnak kézdeni, hogy a rockosított felül. Utána ezek hátra megcsinálták. Mert szerintem már 1-2 ezt. Ennyi most már, végleg meghal. És végleg visszamehetünk. Onnan indultunk, és kapunk a végére egy ilyen kis aranyos kis képet, egy madárral. És the end. Kapunk már egy szöveget, bár japánul van, úgyhogy nem értem mi ez. Úgyhogy már, ugye bár szeretem japán, de azért nem tudok japánul. Úgyhogy hát ennyi volt a játék. Úgyhogy ennek a videónak vége is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Ha tetszett nektek ez a videó, illetve ez a végigjátszás, ugye már nem sokat kommentálok, nem vagyok egy kommentátor, ez maga csak azért, hogy azért lássátok a játékot egészbe, hogy miért is mondom, hogy jó, nagyon jó ez a játék. Úgyhogy szóval, ha még így is tetszett nektek ez a videó, akkor nyugodtan lájkoljátok, illetve tetszik nektek, amit csinálok, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornámra, és hamarosan következek a következő játékkal. Sziasztok!